Az egyik bolyai rendelőben éppen ultrahangos vizsgálatot végeznek. A hasüregi szervek jól vizsgálhatók ezzel az eljárással, többek között a máj, a hasnyálmirigy és a vesék is. A hasiaortát ki is tudjuk színezni, mert lehet látni, ahogy pulzál. Dr. Borsós Ilona azt mondja, a szűrővizsgálatok már 6 hetes korban elkezdődnek. A radiológus főorvos szerint tévhit, hogy gyermek és fiatal felnőtt korban nem szükséges megelőzés céljából a szakorvosi ellenőrzés. A férfiak esetében a here és az emésztőrendszeri rákok, míg a hölgyeknél a méhnyak és az emlődaganat a leggyakoribb rosszindulatú elváltozás. A mammográfiás szűrővizsgálatokat azt hivatalosan és nemzetközi és magyar orvosok ajánlják, 45 éves kortól kezdik, ezt 2 évente ajánlott elvégezni, akinek a családjába előfordult esetleg már daganatos betegség, ott évente meg lehet ezt a vizsgálatot csinálni. Az ultrahangvizsgálat kiegészítő része az emlőrák szűrés programjának. Az ultrahang nem egy ártalmas vizsgáló módszer, így évente többször végezhető. A házi orvostól pedig abban az esetben is kérhető beutaló, ha nincs a páciensnek panasza, hiszen egy laborvizsgálat már sok mindent kimutathat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma novemberben mutatta be azt a szűrőbuszt, amiből összesen 20 jármű járja majd az országot. 10 általános vizsgálatokra használnának, a másik 10 buszban pedig mammográfiás vizsgálatra lesz lehetőség. Tehát a kétfajta mobil szűrőegység együtt párban fog kitelepülni, egy meghatározott útvonalterv szerint. Megyénként fölmértük azokat a településeket, ahová szükség van mobil szűrőegységre. Elsősorban az 5000 fő alatti településeket céloztuk meg, a nehezen megközelíthető településeket és az alacsony és azokat a területeket, hiszen nekünk erről most már pontos statisztikánk van, ahol alacsony a szűrésen megjelenteknek az aránya. A kormány a jövő évben a vastag és végbél rendszeres szűrővizsgálatát is bevezeti. Az 50 és 70 év közötti férfiakat és nőket 2 évente hívnánk be ellenőrzésre, a rendszer kiépítésére pedig összesen 6,5 milliárd forintot költenek.